Nos, ahogy az előző videóban ígértem, a mai nap ismét belevágunk egy hatalmas projektbe, ugyanis shulkerboxokat kell szereznünk. De mindez csak az első lépés lesz, ugyanis az előző videóban megépített farmokból kinyert nyersanyagoknak helyet kell csinálnunk, és én nem szeretnék egyesével mindent elpakolgatni a helyére, és mint látjátok nem is megy a legjobban, igyekszek azért, de szükségünk lesz egy automata sorting systemre, azaz egy teljesen automatikus leválogató rendszerre, amit szeretnék shulkerökkel megoldani, hogy még effektívebb legyen. Nagyon bonyolult dizájnokat fogunk összepréselni, hogy a lehető legjobb megoldást kihozzuk ebből a helyből, hogy soha többet ne kelljen azzal szenvedni, hogy mit hova rakjunk, viszont ehhez rengeteg scaffoldingra lesz szükségünk, amihez ez a farm tökéletes alapot biztosít, ugyanis ezzel és a bambuszfarmunkkal szinte végtelen mennyiségű scaffoldingot tudunk gyártani. Ami nem is árt, hiszen ehhez a farmhoz, amit meg szeretnénk most építeni, 1216 scaffoldingra lesz szükségünk. Nos, meg is van minden ahhoz, hogy megépítsük a farmot, úgyhogy gyorsan átszaladunk az endbe, és átdobunk itt pár szendet, és itt, ahova felépült ez a szend, hát nem szent, igazából gravel torony, valahova ide fogjuk megépíteni a farmunkat, mivel az endből áthozott shulkerek is valahol itt fognak kikötni, ezért innen nem kell majd őket túlságosan messzire vinni, hogy beépítsük őket a farmunkba, úgyhogy valahova ide építsük is meg a farmunkat. Nos, a farm elkészült, most már csak be kell hoznunk egy darab shulkert, amihez rengeteg sírra van szükségünk, és nekünk jelenleg még nincsen, úgyhogy mindenképp intézünk egy párat, mondjuk 7x64 bőven elég lesz nekünk, illetve csinálunk még pár activator railt, csinálunk egy gyors regen potiont, hogy a shulkerünk véletlenül se halljon meg a szállítás során, és hát akkor irány a nether, onnan irány az end. Itt átcsusszanunk az egyik kis kapunkon, majd keresünk egy várost, ahonnan lophatunk pár shulkert. Jó lenne találni a közelében egy kaput. Kaput a közelében nem látok, viszont innen belophatjuk az elitrát, meg a gyémántokat. És persze a fejet sem hagyhatjuk itt. Nagyon jó, ott van egy kapu, odáig kellene eljuttatnunk a shulkerünket, hogy ott átvezessük a fő-szigetre, úgyhogy megindulunk innen a sínekkel, majd szépen befuttatjuk ide a kapuba a síneket, levesszük a ruhánkat és megiszunk egy invisibility potiont, amivel ugye láthatatlanok leszünk, majd megpróbáljuk belopni, és be is loptuk őt. Innentől kezdve utána küldhetünk egy szenes minecartot, és ő már át is ment, innentől nincs más dolgunk, mint nekünk is átmenni, és itt is vár minket, kap egy regen potiont, mi pedig elszökünk erre, ugyanis most ebből a lyukból el kell jutnunk egészen odáig, az end kapunkig, ahova le kell raknunk egy darab aktivátor railt, amit megpowerelünk, gyorsan átugrunk a túloldalra, és ha mindent jól számoltunk, akkor valahol itt fog kiszállni, úgyhogy ide megpróbálunk feljönni, és ide fentre lerakunk ismét egy activator railt, és most powered rail-ekkel fel fogunk ide jönni, illetve ide lerakunk egy kocsit, hogy ha átteleportálna a shulkerünk, akkor belekerüljön abba a kocsiba, reméljük ez így is fog történni. Nos, ezzel elvileg minden elkészült, hogy átvigyük a shulkerünket, úgyhogy lejövünk, körbepakoljuk őt sínekkel, kap egy regen potiont, majd megpróbáljuk rátolni az egyik sínre. Nagyon jó, itt a regen potiont, és képes volt meghalni, amikor rádobtam a regen potiont. Jó, még megvan az előző helyünk, ezt itt megtoljuk, benne is van, nem kapsz el? Most regen potion nélkül fogsz menni, barátom. Indulás. És bent vagyunk. Nagyon jó. Ne üsd magad, ne üsd magad. Nagyon jó. Megindult, megindult. Így, így. És nyomás. És az activator railen át kéne, hogy teleportáljon. Aha. És majd most akkor hol van? Mert ott egy enderman csücsül. Aha. Itt van fönt. Az jó. Gondolom. Akkor magától bement oda. És most, ha minden igaz, és ezt kinyitjuk. Aha. Akkor elkezdik a gólemek. A hógólemek lövöldözni őt, és akkor így elvileg elindul egy folyamat, ami úgy néz ki, hogy amikor önmagát eltalálja a shulker, akkor duplikálódik, legalábbis megvan az esélye. És a scaffoldingok miatt fölfele tud menni, fel a csónakokhoz, amit fent megépítettünk,
És hogyha 24-nél többen vannak fönt, akkor ugye a 25. az már meg fog halni, és így fog a farmunk nagyon effektíven működni, ugyanis folyamatosan újak képződnek, és minden 25. meg fog halni, kidobja a lootját, és egyre több shellünk lesz, amiből fogunk tudni rengeteg shulkerboxot készíteni, úgyhogy én itt most afkolok. Oké, srácok, 2 órát afkoltam, de nem tudom, hogy mi történt itt. Elszabadult a pokol. Lehet, hogy egy kicsit jobban le kellett volna tisztítani ezt a területet, de alapvetően nem logikus, hogy oda kiteleportálnak, ugyanis ott a közepén a fő shulker elvileg csak 17x17-es négyzetben tudna teleportálgatni, amiből ez már bőven kiesik. Nem tudom, mi történt, de nagyon-nagyon sok shulker shellünk lett, aminek egyébként tökre örülök. Ez volt a cél ugyanis. Viszont nem tudom kivenni őket a ládából konkrétan, mert mindenhol ott vannak. De jó ég. Na jó, beloptam annyit, amennyit csak tudtam. Most ezt egy kicsit itt hagyjuk, majd lesz vele valami. Nos, 1664 darab shulker shellünk lett, amiből elvileg egy 800 láda kijön, ami szerintem nekünk egyelőre bőven elég lesz. Úgyhogy most vár ránk az igazán nagy feladat, ugyanis meg kell terveznünk az automata sorting systemet, úgyhogy lássunk neki. Nos, egy nagyon alap item sorter, az ugye így néz ki. Filler itemek, illetve 41 darab item, ami ugye megakadályozza, hogy ez a komperátor több jelet érzékeljen, mint 2, amint több kerül bele, 3-ot fog érzékelni és tovább engedi az itemet az alatta lévő hopperbe, amik ugye le vannak tiltva ezzel a fákjával, hogy több ne kerüljön a ládákba, de ez nekünk édeskevés lesz a dizájnunkhoz, úgyhogy ezt a rendszert fogjuk alapvetően használni, viszont egy kicsit felturbozzuk, vagy egy kicsit nagyon. Nos srácok, 3 napot töltöttem ezen a pályán, és egy dolog biztos, hogy egy kibaszott zseni vagyok. Először is egy dolgot szerettem volna megoldani, egy shulker loadert, aminek az lenne a lényege, hogy ne ládákban, hanem shulkerökbe kerüljenek az anyagok, a felgyűlt anyagok, ott tároljuk őket, és amikor kell egy kevés, akkor ide jövünk, kivesszük belőle, amikor pedig sok kell, akkor elvisszük az egész dobozt, és a helyére kerül egy új, amiben belegyűlhet ismét egy csomó ugyanabból az anyagból. Na igen, ezt meg is építettem nagyban, minden anyag, amit kiszedtünk a shulkerökből, elindul ezen a hopper soron, egészen a végéig, itt pedig megépítettem egy nagyon-nagyon egyszerű és sima item sortert, annyi különbséggel, hogy akár itt lehetne egy dupla láda, és akkor abba kerülne az összes anyag ennek a barrelnek a helyén, viszont én ugye tovább vittem, és a barrelből kihúztam az anyagokat, hogy belekerüljön ebbe a shulkerbe. Itt viszont már látjátok, hogy mi volt a legnagyobb problémám ezzel. Nem lehet kinyitni a shulkeröket, így nem tudunk belőle kis adag itemet elvinni, csak az egész shulker boxot tudjuk kiszedni innen és magunkkal vinni, ami nem a legeffektívebb. Minden esetre megépítettem ezt nagyban, hogy lássuk, hogy milyen is az, amikor ez az egysoros rendszer, amit sikerült egysoros rendszerbe megépíteni, működik, és egyébként nagyon jó. De nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne elfektetni a shulkeröket, úgy, ahogy a diszpenzer kiadja, hogy fekvő állapotban ki tudjuk őket nyitni, mert így csak félig működik jól az item sorterünk, és ez nekem nem elég. Úgyhogy még 1,5 nap munka után ezt a dizájnt találtam ki. Ezt konkrétan sehol nem láttam az interneten, hogy valaki ilyet használna, pedig átnéztem legalább 20 item sorteres videót az elmúlt napokban, ha nem többet, de ilyen dizájnt sehol nem láttam, viszont egy fórumon elolvastam, hogy oldalra rakja le a diszpenzőr a shulkert, hogyha alatta levegő van, és ezt ezzel a dizájnnal nem tudtuk megoldani, hiszen itt mindenképpen egy pisztonnak kell lennie ahhoz, hogy amikor ráállunk, vagy megnyomjuk mondjuk ezt a gombot, ugye széttörje a shulkert. Úgyhogy egyértelmű volt a megoldás, dupla piszton kell, ez már régóta jól ismert Minecraftos fogás, egyik piszton kitolja a másik pisztont, és ez a piszton is kitolja magát, és akkor úgy széttörik a shulker, és így meg tudjuk azt oldani, hogy legyen egy lyuk a piszton és a shulker között. De amíg ezt kitaláltam, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy mind a kettő úgy kinyíljon és úgy összecsukódjon, hogy mire kirakja a diszpenzer ezt a shulkert, addigra itt már levegő legyen, és nagyon-nagyon egyszerű megoldással sikerült ezt elérni, méghozzá így. Ennek az a lényege, hogy amikor ráállunk erre a pressure plate-re,
ez a piszton kitol magából egy observert, aminek a feje erre néz. De ettől függetlenül, miután megváltozik a helyzet, kiad magából egy kis jelet, ami kitolja ezt a sticky pisztont, és feltolja ide ezt a sima pisztont, ami, tudjátok honnan kapja a jelet? Ebből a pressure plate-ből, tehát amikor mi erre ráállunk, akkor ez így kitolódik, és kitolódva is marad, amíg rajta állunk ezen a pressure plate-en. Amikor viszont lejövünk róla, először ez összecsukódik, majd ez a piszton visszahúzza magát, innen eltűnik az áram, és mind a kettő összecsukódik szépen magától. Ez a két darab observer pedig azt figyeli, hogy itt változik-e valami, tehát amikor ez a piszton fölmegy, akkor ez kiküld egy jelet, ugyanúgy, amikor visszahúzódik, és ezt a jelet érzékelve aktiválódik a dispenser, aki akkor fogja kipakolni ide a shulkert, amikor már ez a piszton visszahúzódott, így biztosak lehetünk abban, hogy ez a lyuk itt levegő lesz. Tehát még egyszer megmutatom, ide állok, és amikor eljövök innen, utána fogja kiköpni magából a shulkert, ennek így éjféltáján megörülve megépítettem ezt nagyban is, hogy lássuk, hogy így, hogyha kis adagot akarunk elvinni, akkor el tudunk vinni kis adagot, ha pedig az összes nyersanyagot el akarjuk vinni valamilyen nagy épülethez, akkor elvisszük az összeset, hát most, hogy hova került, ide került. Beraktam egyébként egy plusz modot, ami mutatja, hogy mi van a sálkörökben, hogyha sok sálkörrel dolgozunk, akkor ne kelljen egyesével lepakolgatni, hogy megnézzük, hogy mi van benne, és ugye visszatölteni a rendszerbe is teljesen egyszerű, ha egyszer kivetted és mondjuk felhasználsz ezekből egy stacket, akkor csak visszahozod majd ide, berakod ezt a shulkerboxot tele a fel nem használt anyagokkal, berakod a ládába, és ez innen szépen magának automatikusan kiszedi. Láthatjuk is, hogy pakolja ki magából a reston torcsokat, ha pedig a tikkeket egy kicsit gyorsítunk, akkor szépen és gyorsan újra tölti nekünk ebbe a ládába, aztán pedig ebbe a shulkerbe, és innentől kezdve, amikor jövünk, akkor újra használhatjuk ezt a shulkert, hiszen tele lesz mondjuk reston fáklyákkal. Úgyhogy nem marad hátra más feladatunk, mint hogy ezt megépítsük a saját világunkban, és így már előre gondolkodva, kivágtam tegnap este egy csomó fát itt tavkolva a fafarmunknál, ugyanis rengeteg láda kell majd a shulkerekhez, viszont előtte neki kell látnunk és összeszednünk mindenféle anyagot, ami majd ehhez a projekthez szükséges lesz, és mint látjátok, restonos cuccokból nem állunk olyan jól. Van itt pár observer, de abból is legalább, ha csak 200 darab leválogatót építünk meg, akkor 600 darab observerre lesz szükségünk, ugyanúgy 600 darab pisztolra, megszámlálhatatlanul sok restorra, és hát ezt nem lesz egyszerű összeszedni, úgyhogy valószínű a következő pár napom ezzel fog eltelni. Nos, srácok, sikerült a hűvös bányákban annyi időt eltöltenem, hogy restont bányásszak, hogy sikerült egy kicsit megfáznom. Ennek ellenére sikerült már összeszedni annyi alapanyagot, hogy el tudjuk majd kezdeni mondjuk az első 100 leválogatót. Úgy mellékesen kérdezem, feltűnik itt nektek valami? Miután már kb. Egy fél órát bányáztam, feltűnt, hogy nincsenek mobok. És ez nem azért van, mert peaceful-ban játszanék, hanem mert véletlenül csináltunk egy mob switchet a spawnunkra. Egyáltalán nem volt szándékos, hogy ebből a Sharker Farmból mob switch lesz. Aki egyébként nem tudja, mi az a mob switch, annak elmondom, hogy az a lényege, hogy a világodban egyszerre azt hiszem maximum 70 darab ellenséges mob lehet. Nos, azzal, hogy ezt a spawnunkra építettük, ami ugye folyamatosan be van töltve, és elszabadult jó néhány darab ezekből a sharkerekből, ezért a játék úgy döntött, hogy ennyi elég, többet nem kapsz. Úgyhogy most úgy játszhatunk a világunkban, mint hogyha peacefulban lennénk, ugyanis egyetlen szörny sincsen a barlangokban, ami viszont nem annyira jó hír, hogy emiatt a mob farmunk is leállt teljes mértékben a működésével, amit ugye ide a spawnunk alá építettünk meg,
és ide gyűjteni a nyersanyagokat. Szerencsére mindenből kb. Felgyűlt 2 ládányi, úgyhogy nem tudom, hogy hogy fogom majd azt a shulker farmot onnan kikapcsolni, de majd valami lesz, addig is nincsenek szörnyek. Na de innen még hiányzik egy alapanyag, amit még nem gyártottam le, mert nagyon bonyolult, az nem más, mint a dispenser, amihez rengeteg íj kell, és ezt kézzel megcraftolgatni azért rengeteg idő, és ha már van autocrafterünk, akkor rakjunk össze gyorsan egy automata dispenser farmot. Most már csak be kell tölteni a crafterbe a mintapéldányokat, illetve például ezeket a hoppereket és ezt a ládát feltöltjük annyi stickkel, amennyivel csak tudjuk. A stringekből ismét csak belopunk annyit, amennyit csak lehet. Feltöltjük, hogy mindenhol 64 legyen. Majd ezeket a hoppereket és ezt a ládát is feltöltjük stringekkel. Így. Ez a crafter folyamatosan készíti majd az íjakat. Ezt a craftert pedig föl kell töltenünk kövekkel és redstone-nal. Jöhet ide a többi redstone. A másik oldalra pedig az összes többi kő, illetve kézzel még le kell craftolnunk 6 darab íjat, amiből egyet be kell raknunk középre, és ezt a hoppert teljesen fel kell töltenünk, ahhoz, hogy működjön a rendszer, és innentől minden a helyén van, úgyhogy ha ezt a kapcsolót lekapcsoljuk, akkor így megindul a jel, és ez folyamatosan adagolja ki az íjakat, ő pedig ide szépen gyártja nekünk a diszpenzereket, úgyhogy ezt itt is hagyhatjuk, és visszajöhetünk, amikor végzett a folyamattal, és a lehető legtöbb diszpenzer elkészült. Komperátorokból is kell rengeteg, illetve repeaterökből, amihez nincs egyelőre kisütve kövünk, de ezt már is orvosoljuk a kőgenerátorunkkal. Ide most block of coal-okat fogok berakni, hogy a lehető legtöbb ideig ez tudjon működni, illetve ezt a rendszert újra bekapcsoljuk, hogy annyi követ termeljen nekünk, amennyit nem szégyel, és ideje shulker boxokat craftolni, legalábbis annyit, amennyit most csak tudunk, és szépen innen feltölteni kettessével őket, majd a teli ládákat egy rendes ládába fogjuk tárolni. Nos, a szoba kiürült, és ebbe az egy ládába elfért az összes item, amit eddig összegyűjtöttünk ezen a pályán, ami nem tűnik túl soknak, de legalább biztató, hogy bőven minden el fog férni, amint megépítjük ezt az egész rendszert. Nos, csak hogy lássátok, ekkora helyet kell kiásnunk, összesen attól a faltól, attól a falig 19 blokk, és még itt le kell ásnunk 3 blokkot, hogy minden tök jól elférjen. Úgyhogy nem maradt más dolog, mint hogy innen ezeket a falakat leszedjük, a nagyját megpróbáljuk TNT-vel lebontani, az összes többit pedig csákánnyal, amihez nem ártana felhúzni egy beacont. Az alap ezzel elkészült, itt pontosan 100 darab item fog elférni, úgyhogy ebben a shulker boxban benne van minden, amihez nekünk kelleni fog. Úgyhogy kezdjünk bele és próbáljuk megépíteni mindezt Survivorben. Nézzünk rá a diszpenzerekre. Na hát közel 2,5 stack összegyűlt, ami erre a 100 darab szelektáróra bőven elég, és ezzel az alapjel is készült. Ha felhúzzuk ide a padlót, akkor már is látni fogjuk, hogy fog ez itt szépen működni nekünk. Így szépen ki tudjuk nyitni, széttöri, megkapjuk, és a helyre visszarak egy újabb shulker boxot. Szerintem célszerű megépíteni egyet teljes mértékben, hogy utána a többit már csak ez alapján fel kelljen szépen húzni egy sorban. Ugye a diszpenzerbe kell nekünk egy darab hopper, illetve még egy hopper kell, ami arra megy, amerre folyni fog, majd innen az összes shulker box. Egyelőre a pressure plate-et szedjük le, hogy véletlenül se aktiváljuk a rendszert, majd a shulker boxba bele kell vezetnünk 2 darab hoppert, aminek a tetejére raknunk kell egy dupla ládát, ami befele nyúlik, amiben belenézhet egy újabb hopper, és nem ártana ide hozni építő blokkot, amit nem sajnálunk, mert sok kell belőle. Szerintem ez sima cable deep slate lehet, ugyanis ebből van nekünk bőven, tehát ebből a hopperből kell tovább húznunk 3 darab építő blokkot, aminek az aljára rakunk még egy blokkot, illetve csinálunk egy ilyen kis lyukat, amiben már most belerakunk egy repeatert, ez a fákja, ez sajnos rossz helyen van, és ugye ebből lesz az általános kis
leválogató rendszerünk, 3 darab redstone, 1 darab komperátor, amibe belevezetünk 1 darab hoppert, majd pedig a tetejére még egy hoppert rakunk, ami ismételten csak abba az irányba néz, amerre folynak majd az itemek, elméletben ide már csak egy fákja kell, és ezzel elkészült 1 darab leválogató rendszer. Nos, ebből kell megépítenünk még 99-et, úgyhogy szerintem húzzunk bele. Nos, ezzel meg is volnánk, elkészült belőle mind a 100 darab, legalábbis nagyjából, ugyanis még be kell tölteni a filler itemeket. Ide már botokat behelyezgettem, elneveztem sima botokat filler néven, így hogyha egy bot bekerül a rendszerbe, akkor nem fogja összekeverni itt a dolgokat. Ide kell majd mindegyik itemből 41 darabot behelyezni, hogy elinduljon ennek a működése. Elkezdtem felcímkézni nagyjából ezeket a hoppereket, hogy mi fog belekerülni ezekbe a ládákba, de hát 100 darab itemet ki kell választanunk, amiket a leggyakrabban szoktunk használni, mint például a fák és az építkező blokkok, emellett természetesen mondjuk a fireworkök, a szén, a vas, és minden egyéb item, amiket ugye itt szépen szétválogattunk, de majd ezek alapján megnézzük, hogy mik azok, amiket még nem pakoltunk ki, és gyakran használjuk őket, például ezeket az építkező blokkokat, köztük ugye ott vannak a lépcsők is, a falblokkok. De miután már 2 hónapja nem kaptátok meg ezt a videót, most ezt a 100-at mindenképpen itt befejezzük, kidészítjük. És például a könyves leválogatót és a non-stackable itemeket nem ebben a részben fogjuk szerintem megcsinálni, de ez attól függ, hogy a következő napokban hogy haladok. Úgyhogy minden esetre lássunk neki, és szerintem kezdjük el kiszépíteni ezt a részt, legalábbis a tetejét, hogy ne ezt a csúnya falat kelljen itt bámulnunk. Hát már egy kicsit szétpakoltam azóta, ugyanis sikerült befejeznem ezt az első 100 darab leválogatott itemet, igazából 102, mert azt hiszem mind a két oldalt egyel tovább építettem, de egész szépen elfértek azok a dolgok, amikből sok van és gyakran használom őket, illetve egy kicsit kidíszítettem itt ezt a folyosót, nagyon szürke volt, így most már azért sokkal melegebb a hangulata, és majd ide fognak még bekerülni ugye a shulker boxok. Ide raktam az építkezős köveket, kis földet, mi egymást, vannak itt kőlépcsők, kőszlebek, kőfalak, és a végére még 3 fontos dolog, amit elég gyakran használunk. A másik oldalt értékesebb dolgok vannak, redstone-ok, különböző fák, itt is szlebek, lépcsők, kerítések, és a rendes fák, amikből gyakran használok különböző típusokat, ezt a 4-et helyeztem ide. Valószínű ezt a pirosat le fogom majd cserélni az újabb típusú fehér fára, amint az beérkezik. Illetve ide helyeztem egy túlfolyót, ide fog most nagyon sok item beérkezni, és ebből fogjuk látni, hogyha tovább építjük majd ezt a folyosót, akkor mik lesznek azok az itemek, amikből sok van, és mindenképpen kell neki egy külön leválogató. Továbbra sem fogunk mindent leválogatni, ide fog minden gyűlni, aminek nem látom értelmét, hogy leválogassuk. Például ez a heavy pressure plate, ez biztos, hogy nem lesz leválogatva külön. A bört azt lehet, hogy leválogatjuk. De először is meg kell ide építenünk a shulker unloadert. Nos, a kipakoló elkészült, kicsit magasra került, ezzel számoltam is, egyelőre innen egy kis lépcsővel tudunk ide feljönni, és így férünk hozzá a ládához, amit le is tesztelhetünk. Ebben van egy csomó olyan dolog, amit le tud válogatni, és egy csomó olyan dolog, amit nem. Úgyhogy szerintem próbáljuk ki ezzel a shulker boxsal, és elvileg ide berakjuk, akkor bekerül ide, és akkor elkezdi szépen innen leválogatni a dolgokat, és ha minden igaz, akkor itt mennie kell szépen a gyémánnak, eddig nagyon jó. Majd pedig, amikor végzett, szétüti ezt a shulker boxot, ami nem ebbe a hopperbe fog beleesni, hanem ebbe, és ezt a hoppert belekötöttem itt egy dupla ládába, amit még egy dupla ládába, amit végül ebbe a hopper sorba, ami bepakolja majd ide szépen a diszpenzerekbe a kitört shulker boxokat. A feladatunk nekünk még az lesz, hogy telepakoljuk a ládákat shulker boxsal, úgyhogy az összes 102 darab diszpenzerbe 9 darab belekerüljön, illetve itt hátul is ebbe a hopper sorba mindegyik megteljen, úgyhogy hát vagy 2000 darab shulker boxra lesz szükségünk, de szerencsére van itt már 600 shell, itt pedig 1700, ami még csak a fele, de a spawnon folyamatosan működik egyébként a shulker farm, úgyhogy elmehetünk addig oda, amíg ez itt kipakolja magát, és próbáljunk még elhozni pár shulker shellt, de mint látjátok, itt már teljesen elszabadult a pokol,
és nem is nagyon fogok tudni innen kiszedni, mert látjátok, rögtön elkezdenek lőni. Ez annyira gyönyörű. Úristen, mennyi van itt. Azt a rohadt. Na jó, ez túl effektív farm. Hát szerintem vagy ezret ismételten sikerült elhozni magunkkal. Hát így már 2700 van, plusz még itt egy kevés. Ez már valószínű elég lesz az egész rendszerhez, és közben eltűnt innen a shulker, és ha minden igaz, itt kell lennie. Nagyon jó. És egyébként, hogyha most erre ráállunk, akkor ide kiköpi, és már benne is bele a fa, de nincsen benne még elég, úgyhogy még most nem telítődik meg, úgyhogy ezt most kivesszük, és csak simán belepakoljuk ide. És akkor ide gyűltek azok a dolgok, amiket nem tudott leválogatni, ami nekünk szuper hír, mert ezek között egy olyan item sincsen, amit le kéne neki válogatni, úgyhogy eddig nagyon szuperek vagyunk. Most őszintén szóval én már szeretném belepakolni ebbe a ládába az üres shulkereket, hogy ezeket a diszpenzereket itt szépen sorba elkezdje feltölteni, ehhez viszont rengeteg ládára lesz szükségünk, úgyhogy minden mást azt most kipakolok. Hát ez olyan 300 láda, nem sok még, de ugye ennyit el se tudunk itt tárolni, úgyhogy hát pár kört futnunk kell. De már szépen telítődnek meg, ezt az összes fát bekraftoljuk, és készülhetnek az újabb adag shulker boxok. Amíg ideig nem ér el, addig csináljuk. Na nézzük, több százat már belepakoltam, ideig még nem ért el, de megnézzük, hogy legalább így közepéig elért, legalábbis az első sornak. Aha, itt a restore részlegen állt meg, hát még háromszor ennyi kéne, nincs fám. Bár, hát itt már csak 60, ó, itt még van, nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Akkor ezekből készülhetnek szépen a ládikók, amúgy igen, autocrafterrel egyszerűbb lenne találni egy fokkal, de szeretek szenvedni. Megélvezem, mert ehhez legalább most már nem kell gondolkodni, mint amennyit kellett ezen az egész szerkezeten. Úgyhogy most ez csak egy ilyen zombi módjára végre csinálhatom, és bepakolhatom őket a helyükre. Majdnem sikerült. Az utolsó 6 darab, annyi hiányzik még, de még ebben a ládában van 8 darab, amit ide be is küldünk, és ezzel el is készültünk. Kész az első 100 darab leválogató, és ha itt ráállok mondjuk erre, akkor be is pakol párat, az elsőket egyébként még rosszul fogja beadagolni, de amint mindenhova bekerül egy fekvő shulkerbox, onnantól kezdve tökéletesen működik, ezeket pedig nagyon egyszerűen ráállunk, leállunk róla, és már fekvőként rakja oda, és amiben már bele tudott pakolni valamennyi anyagot, azt meg is tette, úgyhogy én amondó vagyok, hogy válogassuk le ezeket a ládákat, amikben nagyon sok szemét van, az olyanokat például, mint ez, amiben főleg egy darab és nagyon sok item van, ami ráadásul még nincs is bekötve a rendszerbe, azt még most nem fogjuk leválogatni. Egyébként, ha a videó második felére a hangom az kicsit másmilyen, az azért van, mert egy új mikrofont használok, és még próbálgatom a beállításait egy új keverővel. Ez a kicsi volt az előző, ez a nagy pedig az új. Úgyhogy ha eljutottatok idáig a videóban, írjátok meg, hogy mi a véleményetek, hogy tetszik eddig az új mikrofon. Onnan is tudom, hogy eljutottatok idáig a videóban. Úgyhogy azok, akik kommentelnek a mikrofonról, azoknak a kommentjét beszívecskézem. Hálám jeléül, hogy végignézte a videót, legalábbis ideig megnézte. Na jó, akkor most az a feladatunk, hogy fogjuk mondjuk ezt, jöhet ez is, ez is, ez még nem, ez jöhet, jöhet, jöhet. Jöhet. Amúgy ez is. Ez nem. Jöhet. Jöhet. Na pakoljuk be ide a shulkereket. Nos, elég szépen leválogatta egyébként ezeket a cuccokat. Ezekből semmi nincs olyan, amit kihagyhatott volna, úgyhogy tökéletesen működik a rendszerünk. Viszont nem bírtam magammal, és még plusz 60 leválogatót hozzáépítettem az előzőhöz. Így most már szinte minden olyan anyag le van válogatva, amiből volt több mint egy stack, vagy legalábbis gondolom, hogy majd előbb-utóbb lesz belőle több mint egy stack, de hát amennyi redstone kellett ehhez, csoda, hogy nem őszültem meg. Ja de. De ami még kell nekünk, itt ki is hagytam neki egy kis helyet, az egy non-stackable item filter, aminek ugye az lesz a lényege, hogy leszűri azokat az anyagokat, amik nem stackelhetők. Szerencsére elég egyszerű design, egyelőre csinálok ide neki egy talapzatot, ugyanis még ide gondolkozok azon, hogy a könyveket ide tudnánk leválogatni. De minden esetre előbb építsük meg ezt a non-stackable items filtert, és egész egyszerűen a hopper sorból kifelé húzunk egy darab hoppert, majd pedig igazából
ide már jöhet is egy dupla láda, amiben belenéz egy hopper, majd ide rakunk egy teljes blokkot, ezt itt körbeépítjük, ide is jön egy, így, meg még ide kell egy. Csodálatos. Azt mondja, hogy ide jön egy komperátor, ami nézi, hogy mi hallad itt át. Ide belülre rakunk egy repeatert, két darab redstone dust, ide a harmadik, ide pedig egy fákja, és ezzel lényegében el is készült a non-stackable item filter. Mondjuk most pont nincs nálam egy non-stackable item sem, de mindjárt, hogyha majd hozok egyet. És akkor, hogyha ide a hopper sor végébe rakunk mondjuk egy csizmát, egy kardot, 15 ilyet, akkor ha minden igaz, ebbe a ládába nem kerülhet stackelhető item, és mint látjuk, egész szépen ezt meg is csinálja. Úgyhogy innentől kezdve most már csak fel kell ide húznunk egy ládasort, amit szerintem úgy fogunk megtenni, hogy ide felhúzunk három sor nagy ládát, és mindegyikbe belevezetünk egy hoppert, így egész egyszerűen, hát lehet, hogy mondjuk ezt én bejattalom, úgy szebb lesz. Így, né? Hogyha az alsó láda megtelik, illetve ez a hopper is, akkor elkezdi a másodikba, majd a harmadikba, a legfelsőbe pakolni a cuccokat, de csináltunk még egy olyat is, hogy eljövünk a másik irányba is, itt pedig a hoppereket ebbe az irányba kötjük be, és így már is van 6 darab dupla ládánk, amibe stackelődhetnek, vagy hát ez, kerülhetnek ezek a non-stackable itemek. Itt pedig be tudjuk fejezni szépen a dizájnt. De jó ég, nem tudom hány ládát craftoltam le ehhez az egészhez. Már 61.000 spruce planket csináltam, és 5.000 ládát összesen. 2.700 shulker box fut a rendszerünkben, ami azért rengeteg. Nos, ezután nem igazán maradt más hátra, mint hogy fogjuk az összes ládát, és átfuttassuk őket a rendszeren. Ezeket itt mind. Itt tényleg mindent. Innen is kipakolhatunk mindent. És mehet a ládába. Most már akár innen a falusiaktól is elvihetjük ezeket a fölösleges ládákat, és mehetnek ezek is be a leválogatóba. Hozok még pár üres shulker boxot, és mehetünk egy kört mondjuk az ilyen helyeken, a bányában, ahol random dolgozunk, aztán mindent ott hagyunk, ahova nem való. Jó, innen mindent elvittünk, igazából innen ezt teljesen meg is szüntethetjük. Itt a farmoknál is van egy-két fölösleges láda, mondjuk a bambusztól is jó lenne most már megszabadulni, mert olyan sok van, hogy szerintem amiatt nem tud a sugarcane gyűlni. Mondjuk ebben a formában dinnyét ugye nem tárolunk, úgyhogy ezeket célszerű lesz majd előtte átcraftolgatni rendes dinnyévé. Bár egyébként a következő részre valami hasonló tematikát képzelek el, hogy az autocrafterekkel egy kicsit szórakozzunk. Persze lehet, hogy teljesen más lesz a videó témája, de képzeletben valami ilyesmit gondoltam el. Most már innen is belophatjuk a mézeket, és innen a fafarmunktól is, most már megszabadulhatunk a teljesen fölösleges ládáktól. Itt is van egy junk chest, már látom ott is a következőt. Nagyon hanyagok vagyunk. Ezt vártam már egész építkezés alatt, hogy ezeket a ládákat innen szépen szétüthessem, és hazaviessük magunkkal végre, hogy minden a helyére kerüljön. És szerintem a következő állomásunk a Nether lesz, ugyanis itt is van egy kis bázisunk mindenféle szeméttel, amire már semmi szükségünk. És ezek is mehetnek a leválogatóba. Hát ez tényleg nem fogom tudni, hogy hány óra alatt fog ezen az összes itemen keresztül menni, de most ilyen, hát 3-4-5 fele kezdtük el leválogatni, úgyhogy majd megnézem, mikor végez, és akkor kiderül, hogy több ezer itemet mennyi idő alatt válogat le. Na de már szépen minden a helyére kezd kerülni. Na nézzük akkor, hogy mennyi idő alatt sikerül mindent leszortírozni. Baj van. Látjátok ezeket a ládákat, amik felfele állnak, és nem oldalra? Hát én is. Ezekkel az a probléma, hogy ezek kilettek ezek szerint ütve, és már nem úgy vannak, ahogy lenniük kéne, és ezt nem más okozta, mint egy denevér az én hülyeségemből. Mert bár jónak gondoltam ezeket a pressure plate-eket, és amíg építettem, voltak itt denevérek, de nem aktiválták. De most, hogy már itt, hát már 2 órája itt tavkolok, hogy szépen leválogassa itt a dolgokat, már csak 4 darab láda van hátra, hát észrevettem, hogy 1-2 láda nem áll megfelelően, úgy, ahogy kellene, és itt szépen végigrepülhetett egy denevér, és mindaz a sok láda, ami felfelé áll, az ki lett ütve, ami azt jelenti, hogy például a redstone, amiből volt jó pár száz darabom, az most mind oda lett,
hiszen az innen ki lett ütve, itt lebegett egy ideig, aztán szépen eltűnt, és valószínű, hát 56 darab lett azóta beletöltve, úgyhogy azt fogjuk most csinálni, hát ez szörnyű. Hogy kicseréljük ezeket? Igen, csak így most mindegyik egy kicsit szét fog esni, mert egymásra ráfognak. Aha, mondjuk. Ha elég gyors vagyok, akkor nem esik rá. Pedig ez annyira jó dizájn lett volna. Csak tényleg ezek a fránya denevérek, ezekkel nem tudok mit kezdeni. Jó, ha ilyen tempóba csinálom, akkor nem lesz itt káosz. Csak mondjuk ezeket nem tudom, hogy rakom majd vissza, de nem baj. Ennek annyira nem örülök. De tényleg nem. Csak azt a több száz darab restont sajnálom, amit eddig összegyűjtöttem, de az összes piszton oda lett. Nem baj, vissza. Visszaépítünk mindent, amit csak lehet. Na jó. Akkor szükségünk lesz gombokra. Jó, a gombokkal egyébként ugyanolyan jól működik. Kidobja nekünk a cuccost, és így nem is tudunk véletlenül se rálépni. Csak akkor aktiválódik, hogyha benyomjuk a gombot. Hát kár érte. Hát ja, itt minden oda veszett, ahol fölfelé állnak a sálkerök. De így most már az egész folyosón járkálhatunk gond nélkül. Ilyen szempontból egyébként jó. Sejtettem egyébként, hogy lesznek itt fennakadások ezzel kapcsolatban. De hát shit happens every day. Nyomatjuk tovább gombokkal. És készen vagyunk. Az utolsó shulkerbox is kiürült, és hát így járunk. Szépen mindenhova bekerültek az anyagok, amik odavalók. Kőből még így is rengeteg van, hiába vesztettünk el kb. Ugyanennyit. Földből is szépen visszagyűltünk. Hát itt azért vannak egyéb károk, de egyefene. Nagyjából megúsztuk itt a dolgokat. Közben a végét lezártam. Hát mondjuk, hogy ideiglenesen, hogyha majd bővítjük ugye tovább ezt a leválogatót, akkor arra fele el tudunk még bőven menni. Egyelőre így nézünk itt ki a non-stackable itemekkel. Itt igazából ez a három láda telt meg nagyjából. És ja, hát előfordulhat, hogy ide bekerülnek üres shulkerboxok. Ez a leválogatásnak akkor jön elő, amikor ebbe a ládába üres shulkerboxot rakunk bele. Ugyanis akkor túl gyorsan töri szét, és nem ebbe a hopperbe esik bele, hanem ebbe, és itt elindul szépen a leválogatások során, de hát ugye elég szépen ezt le tudjuk szűrni így is, így viszont simán ebbe a ládába ezeket az üres shulkereket bepakolhatjuk, és akkor ő itt szépen feltölti a diszpenzereket, a fölösleg pedig ugye itt fog majd gyűlni ezen a végén. De mi a helyzet azokkal az itemekkel, amik stackelhetők, és nem válogattuk le őket? Nos, abból pár láda összegyűlt, sőt igazából már az is telik be, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennyi láda pont elég, mármint még ide raktam oldalra egyet, hogy ez is meg tudjon telni, de úgy kifejezetten olyan dolgot, amiből sok van, és le kéne szűrni, olyat nem látok. Van itt a hóblokk, amiből két stack van mondjuk, semmi nincs. Igen, a trapdoorokon egyébként gondolkoztam, hogy azokat még jó lehetne, mert azt elég gyakran használom, és sokat is szoktam belőle csinálni. Közben kiderült, hogy a teljesen zöld copper izzót azt annyira nem építettem bele a dolgokba, de egyébként is csak négy van belőle, szóval annyira nem probléma. Amin még gondolkoztam, az a kelp, de azt annyira nem szeretem, egyébként sem. Slime ballok, de azokat meg át lehet alakítani rendes slime blokká, amiket meg ugye tudunk tárolni. Most vannak itt ezek a smithing templétek, ezeket szerintem majd kézzel fogunk külön gyűjteni, mert ugye 41 darab kéne ahhoz, hogy le tudjuk válogatni őket, és ezekből például csak 6 meg 9 a legtöbb, és elég költséges ezeket duplikálni. Úgyhogy ezeket egyelőre szerintem majd külön gyűjtöm valamilyen értékesebb ládába. És ennyi. Igazából nincs olyan dolog szerintem, amit még ezen kívül válogathatnánk pluszban. És akkor így végső soron újra átnézve az egészet, úgy indulunk, hogy bepakoljuk oda azt a shulkerboxot, amiben mindenféle szemét anyag benne van. Ő ezt szépen itt kipakolja magának, elindul ezen a hoppel soron a random itemek. Itt van egy nagyon egyszerű item sorter, mindegyik be van programozva, ez mondjuk egy kicsit furán, de amíg működik, addig teljesen rendben van. Látjátok, mondjuk oak plankekből nagyon kevés van, de hogy ez az alapfelállás. 41 darab plusz 4 darab filler item, és akkor ezekből szépen pakolgatja be először a ládába, a ládából pedig 2 darab hopperen keresztül belefut a shulkerboxba, ami ugye kifelé nyílik, mert alatta nincsen semmi,
és most már így gombokra átváltva, nagyon egyszerűen ideállunk, megnyomjuk, kidobja, belekerül a kezünkbe, és ebből a diszpenzerből kiköpődik egy teljesen üres shaker box, amiben újra elkezdődhet a telítés. Ezt most ide átpakolom, ezt meg magunkkal visszük. És bármi innen, ami kell, kis adagban csak ide jön és kinyitjuk, és így, hogy már gombok vannak, így most már hülye biztos a szerkezet, nem igazán már csak úgy magától tönkre. És hát én voltam a hülye korábban, de hát ez van. Rengeteg vasunk van, és ettől még csak több van a farmunknál. Gyémántukból nagyon sok összegyűlt egyébként, amíg Redstone bányáztam. Hát a shaker shellekről nem is beszélve, azt nézzük meg egyébként. Az rengeteg lett belőle. Az iszonyat sok lett belőle is. Hát nem is tudom, hogy hozzam el. Mondjuk shaker boxokba el tudom hozni. Big brain. Elhozok pár üres shaker boxot, lopunk egy kevés rakétát, és meglátogatjuk a kis farmunkat. Nagyon jó, és már el is találtak. Le kéne egyébként állítani. Van rajta egy lekapcsoló gomb, de hát nem jött be a tervem. És lekapcsoltuk. Nagyon jó. Bár ettől függetlenül még ugyanúgy el fognak találni. Jó, hát egy párat már sikerült belopni. Egy sokáig eljönnek. Jó, ide pakolunk be párat. És akkor megpróbálunk még lopdosni egy keveset, mert itt van még egy dupla ládányi. Nagyon jó. Jó, egyébként sikerült. Jó, lehet majdnem két teljes shaker boxnyi, még pluszban, de még valamit ki akarok próbálni. Nagyon jó, most majd olló kell, tudom, hogy itt találom. Most gyorsnak kell lenni. Akkor megpróbáljuk itt oldalt, és na vele mi lesz? Aha, megtámadta. És meg is ölte? Aha, de őt is megtámadják. És ő is repül. Hát ez csodálatos. Hát akkor elbúcsúzok tőletek ezzel a gyönyörű képpel. Remélem tetszett a mai videó. Ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni. Legközelebb találkozunk, én Sim voltam. Legyetek jók. Sziasztok.